Everybody, welcome to this third Satsaṅga. Mindenkit üdvözlök a harmadik Satsaṅgán. Today we'll speak about upayas, or abhyupayas, the same. Ma mai napon upayákról fogunk beszélgetni. What is upaya? Upaya is means. Az upaya azt jelenti módszer. Means to what? Módszer mihez? Means to realize your real eye. A valódi én realizációjához módszer. People live without a real eye. Az emberek valódi én nélkül élnek. They have a false eye. Hamis énjük van. That's why all the trouble in their life. Ezért van az életükben probléma. The real eye is not for free. It's not given for free with the birth. A valódi én nem nincs ingyen, annak a realizációja nem ingyenes. It requires some effort to get it. Erőfeszítést igényel ennek a megszerzése. A lot of effort. Sok erőfeszítést. We receive this body only to realize the real eye. Kizárólag azért kapjuk ezt a testet, hogy a valódi ént realizáljuk. It's not for the vast majority of activities people are doing. Ne, ennek semmi köze az emberek általában végzett tevékenységhez. It's only for this. Kizárólag erre van. One's own real eye. Az egyén saját ényének realizációjához. Another name for this real life is the self. A másik neve ennek a valódi énnek az én. Shiva. The Supreme Lord. A legfőbb úr. The Great Lord. A nagy úr. We are here only for this. Kizárólag ezért vagyunk itt. When you don't understand this, when you think that you are here for something else, you suffer. Hogyha azt hiszed, hogy valami másért jöttél ide, akkor szenvedni fogsz. So, we are already Shiva, we're already the self. Mi már eleve Shiva vagyunk. So in the scripture they say if the reader is already Shiva, what's the point of reading this scripture? Azt mondják a szövegek, hogy ha az olvasó már eleve Shiva, akkor mi értelme van a szövegeknek? What's the point of reading this scripture to be Shiva? Mi értelme ennek a szövegnek az mi értelme elolvasni ezt a szöveget, ha az olvasó eleve Shiva? So there is a question. Így felmerül egy kérdés. But there is an actual realization that he is Shiva. De van valódi realizáció arról, hogy ő Shiva? No. Nincs. So, the scripture makes sense. Tehát a szövegeknek értelme lesz. So all these means are to realize that one is Shiva already. Ezeknek a módszereknek a célja tehát nem más, mint annak realizációja, hogy az egyén eleve Shiva. In Trika Shaivism, there are three means and another mean that is a false means. A Trika Shaivismusban három ilyen módszer van, plusz egy nem valójában nem módszer. Három plusz egy. The fourth means is false because really it's not a means. A negyedik módszer valójában hamis, mert igazából nem módszer. And its name is telling this, yes. És a neve ezt el is mondja. Anupaya. Anupaya. Upaya means an not, not a means. Az upaya szó azt jelenti, hogy módszer, az an előtag pedig ennek tagadása, tehát nem módszer. But people not understand the Sanskrit, they think that it's another means. És azok, akik nem értik a Sanskritot, azt hiszik, hogy ez egy negyedik, ez egy újabb módszer. Whose name is an. An. Aminek a neve an. They read upaya and they say the means, the name of the mean is an. So anupaya. Azt hiszik, hogy az upaya neve an. But an is not, so it's not a means. De az an azt jelenti, hogy nem. It's a state of liberation. Ez a felszabadulás állapota. It's not a real means. Nem valódi módszer. A person moving in this not means is someone who received initiation by the guru and immediately get liberated. Az a személy, aki ezen az úton jár, az a gurutól kapott beavatás pillanatában eléri a felszabadulást. Yes. Okay. Immediately gets liberation. So there is no path. It's instantaneous liberation. Tehát nincsen út,
mert ebben az esetben spontán megvilágosodás jön létre. So if that person received this liberation while he was sitting, he had to continue to be sitting. Hogy ha valaki úgy éri ezt a realizációt, hogy ül, akkor tovább kell ülnie. If he was having a tea, he had to continue to have tea. Hogyha teázott, akkor tovább teázott. There's no special action he has to do. Nincs semmilyen különleges aktus, amit végre kell hajtania. He doesn't have to meditate. Nem kell meditálnia, recitálnia. Next we have, in reality, the means in practice for a disciple will be in the reverse way. Általában a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanítványok számára a módszerek fordítva működnek. But I will mention them in this order. Why? Because the order is all the time from higher to lower. A sorrend valójában mindig a legmagasabbtól a legalacsonyabbig halad. But in general, the disciple will move from lower to higher. De általában a tanítványok a legalacsonyabbtól a legmagasabb felé haladnak. Why? From higher to lower? Because maybe some disciple, it's very rare, yes, but sometimes happens, can start with a superior means, so he doesn't need to practice things belonging to the inferior means. Vannak olyan tanítványok, akik tudnak a spirituális útjukat tudják magasabb módszerrel kezdeni, ezért nincs arra szükség, hogy egy alacsonyabbal kezdjenek. Ilyen előfordul. For example, he discovered that he can start from a superior means, he doesn't need to do anything with the other means. So he saves time. Hogyha például ráébred valaki, hogy képes egy magasabb rendű módszer gyakorlására, akkor nincs szükség az alacsonyabb rendű módszer. That's why the order is like this, from superior to inferior. Ezért halad a sorrend a legmagasabbtól a legalacsonyabb felé. But in my opinion, in this civilization in full decay. Yes. De véleményem szerint ez a civilizáció teljesen hanyatlik. Practically nobody will start with the first and second means. Yes. Everybody will start with the last means. Gyakorlatilag senki sem képes az első és második úttal vagy módszerrel kezdeni, mindenki a harmadikkal indul. So even if you don't mention the first two means, superior means, you mention only the last one, makes no difference. Hogyha csak a legalacsonyabbat említed, akkor nem ér semmit. The first means is called Shambhavopaya. Az első út neve Shambhavopaya. Is the upaya, the means of Shambhu. Ez nem más, mint Shambhu útja. Shambhu is śivāya. Shambhu nem más, mint śivāya. Shambhu means the one who is the bliss of experiencing unity in all. Shambhu azt jelenti, hogy az, aki gyönyöre a mindent egységben látásnak. Bhu is, and Sham is the bliss of experiencing unity in everywhere, in everything. Bhu nem más, mint a gyönyör, Sham pedig az egység látása. Shambhu, so it's an epithet for Shiva. Tehát a Shambhu szó egy jelzője Shivának. It's a very high means that requires very advanced disciple. Ez egy nagyon magas rendű út, ami nagyon fejlett törekvőt igényel. Because the purpose of all means is to remove vikalpas. Mert minden módszer célja a vikalpák feloldása. To remove thoughts. A gondolatok feloldása, megszüntetése. Not any thoughts, dualistic thoughts. Nem minden gondolat, inkább a duális gondolatok. For example, I am Gabriel. Például én vagyok Gabriel. I'm a man. Férfi vagyok. I'm from Argentina. Argentinából vagyok. Ezek duális gondolatok. So all the means aim at removing all these thoughts. Minden módszer célja az, hogy ezeket a gondolatokat feloldjuk. But in Shambhavopaya, the disciple attacks directly this problem. De a Shambhavopayában a törekvő ezt a problémát közvetlenül támadja meg. For example, in other upayas, you grab a mantra and repeat a mantra to remove thoughts. Például más upayákban egy mantrához folyamodsz, hogy ezeket a mantra segítségével old fel ezeket a gondolatokat. But in Shambhavopaya, no. The disciple directly removes the thoughts.
De a sámbó pályában a tanítvány közvetlenül feloldja a gondolatokat. At will. A saját akaratát. That's why it requires high disciple. Ezért igényel magas szintű tanítvány. Try to do it at will and you will see. Próbáld meg so akarattal megállítani az elméd, és megváltod. So, compassionate gurus added some help, some kind of help, yes? To help a disciple in Shambhavapaya to remove, to help a disciple in Shambhavapaya remove thoughts. A kegyelmes guruk adtak egy kis mankót a tanítványoknak, hogy a Shambhavapayában könnyebben fel tudják oldani a gondolataikat. The main help is the famous Panchavita Kritya Karitvam. A híres módszer Panchavita Kritya Karitvam. It's so famous that nobody knows. Olyan híres, hogy senki sem hallott róla. No, a scholar knows. Karitvam means authorship. Karitvam azt jelenti, hogy cselekvő képesség. The state of being. Hatalom a cselekvéshez. The author. Annak a személynek az állapota, aki a cselekvésnek a szubjektuma, aki maga a cselekvő, akitől származik egy cselekvés. Author of what? Minek a kreálója vagy szerzője? Hold that? Yes, yes, it's crazy. Author of the Panchavita, the fivefold Panchavita act. Az ötrétű aktus forrásáról van szó, tehát. What is Panchavita Kritya, or more simply is Panchakritya? Mi egyszerűbben fogalmazva a Panchakritya, az ötrétű aktus? Pancha is five. Pancha azt jelenti öt, vagyis ötrétű aktus. Or Panchavita Kritya, five-fold act. Vagy ötrétű aktus. Are the acts performed by Shiva directly or indirectly? Ez Shiva közvetlenül vagy közvetett módon hajtja végre. The first three acts are carried out by the Rudras. Az első három aktust, az utolsó kettővel ellentétben a Rudrák hajtják végre, nem Shiva közvetlenül. Yes, the Rudras are forms of Shiva too, yes. Természetesen a Rudrák Shiva egyik formája. Rudras are eternally liberated beings. A rudrák kezdettől fogva felszabadult létező. So they never got liberation. Ők sosem kaptak felszabadulást. Shiva created them liberated from the start. Shiva hozta létre őket eleve felszabadultként már. For example, Sadashiva Bhattaraka. Például Sadashiva Bhattaraka. Ishvara Bhattaraka. Ishvara Bhattaraka. Ananta Bhattaraka. Ananta Bhattaraka. All these beings, yes. Ezek a létezők. They are the chief or the main beings. And these beings carry out three acts. Ezek a létezők három aktust. Srishti, manifestation of the universe. Az univerzum megnyilvánítását hajtják végre. From the verb, what verb? Srishti. Srish. Srij. Srij. With final J. Srij. Igegyökből jön ez a szó. To emit. To project. Srij. Megnyilvánítani. Kiterje. Kiárasztani. Ezt jelenti az. And it's a manifestation of the universe. The emission of the universe. Ez az univerzum kiárasztása, vagy megnyilvánítása. Sthiti. Sthiti a következő aktus. Maintenance of the universe. Az univerzum fenntartása. From the verb. Az igegyök ehhez pedig. Sthi. No. Stha. To stay. Az igegyök stha, vagyis megmaradni. So, the manifestation, the maintenance of the universe, so the universe is maintained. Az univerzum fenntartásáról van szó. And finally, samhara. És az utolsó aktus a samhara, az univerzum visszavonása. From the verb, samhri. Samhri. Samhri, to remove, to withdraw. Visszavonni, az igegyök ezt jelenti. To destroy, to. Azt is jelent, hogy elpusztítani. But I don't use this destruction of the universe because
There's no real distraction, it's only a withdrawal. De nem szoktam ezt a kifejezést használni, mert valójában nincsen pusztítás, csak visszavonás. Shiva cannot be destroyed. Shiva nem tud elpusztulni. Changing the forms only, it's just plain like this. Inkább azt mondhatjuk, hogy formát vált, de nem pusztul el. But not even this. There is no change in the form. So. De valójában még a formában sincs változás. But mind cannot understand, so we stop only at changing the form. Mivel viszont az elme nem képes ezt megérteni, azt úgy magyarázzuk ezt, hogy Shiva formát vált. For example, when someone dies, például, amikor valaki meghal, the form of Shiva is apparently changing into another form. Látszólag Shiva formája átalakul egy másik formává. But there is no change. De valójában nincs változás. Minden ugyanaz marad. Without liberation you cannot understand. Felszabadulás nélkül ezt nem tudod megérteni. When I was told this in 1990. 99-ben hallottam 30 évvel ezelőtt megközelítőleg, és nem tudtam megérteni. My acharya told me I couldn't. Next he has understood. Az acharyám tanította, de nem értettem, később viszont természetesen megértettem. Because in the normal person, or even in the yogi, not very advanced, he is full of vikalpas. Azért, mert egy hétköznapi jogi esetében, aki nem annyira fejlett, az elméje tele van vikalpákkal, amik megzavarják ennek a megértésnek a folyamatát. You cannot understand this by means of vikalpas. Nem tudod ezt megérteni gondolatok vagy vikalpák segítségével, vagy azon keresztül. You understand this? First, when you enter into Shambhavopaya, this state without any vikalpas at will, unless you get liberation. Akkor kezded el megérteni, amikor a saját akaratod által belépsz a Shambhavopayába, ahonnan eléred a felszabadulást, előbb nem. So, for example, before your arrival, it was Shiva here. Az érkezésetek előtt Shiva itt volt. Now you are here, and nothing changed. Most itt vagytok, de nem változott semmi. Continues to be Shiva the same. Shiva nem változik semmit. But mind cannot grasp. De az elme ezt nem tudja felfogni. He said, no, now there are some bodies in the middle. Úgy tűnik, mintha lennének itt testek, és változás történt volna, de valójában ilyen nincs. Nirvikara. There is no vikara, no change. Nincs változás Shivában. Nirvikara. So these three acts, Srishti, Sthiti and Samhara are carried out by these Rudras, or eternally liberated beings. Ez a három aktus, mint Srishti, Sthiti, Samhara, a Rudrák által kerül kivitelezésre. So Shiva is performing these acts, but indirectly. A Shiva hajtja végre ezeket az aktusokat, de nem közvetlenül, hanem a Rudrák segítségével. A Rudrákon keresztül pontosan az. But the last two acts he performs directly. Az utolsó két aktust az ötből viszont Shiva közvetlenül hajtja végre. The acts are Tirodhana. Aktusok neve Tirodhana. Also called Vidana. Vidana, már ez a második neve. Vilaya. Vilaya. Vagy Vilaya. Ez a harmadik neve. Covering. Concealment. Ez elfedést jelent. Betakarást. Is the act to cover or conceal or hide? Is the act of covering, concealing or hiding one's own essential nature? Ez nem más, mint az egyén saját eszenciális természetének elfedése vagy eltakarása, elrejtése. So Shiva hides his own essential nature from himself. Shiva tehát elrejti saját eszenciális természetét saját maga elől. You do it. Ezt csinálod te. Every day. Minden nap. When you wake up yes, in the morning, you hide your essential nature. Amikor felkelsz reggel, rejted eszenciális természetet. Because if you don't hide your essential nature, you cannot be a person. Mert hogyha nincs hogyha van eszenciális természeted, nem lehetsz személy. Illetve ha nincs eszenciális természeted, nem lehetsz létező személy. How to be a person? Hogyan lehet? It's impossible. Hogyan lehet egy személy, egy individuum? The fifth act, the last act is anugraha. Az utolsó aktus, vagy ötödik aktus az anugraha. Is revelation of his own essential nature. Ez az ő természetének, eszenciális természetének feltárása.
So the disciple is disciple because Shivāya in him is most of the time concealing his own essential nature. A tanítvány azért tanítvány, mert Shivāya a legtöbb esetben elrejti benne eszenciális természetét. And in the guru, he is revealing his essential nature. A guruban pedig feltárja eszenciális természetét. By the same Shiva. De ez ugyanaz a Shiva. But performing two different acts. Ám két különböző aktust hajt végre ekkor. So you are moving to guruhood. Tehát ti a guru lét felé haladtok. To enjoy revelation. Hogy a feltárulást élvezhessétek. Little by little. Szépen apránként. Now you will tell me, now it's impossible. Little by little. Most azt mondhatjátok nekem, hogy ez lehetetlen. But so this method, this panchavidha kritika ritual, is recommended to a disciple to perform this method. But the disciple can ask, how to do this? Yes, how to do this method with the five acts of Shiva? Shiva ötrétű aktusának gyakorlása ajánlott a tanítvány számára, viszont felteheti a kérdést a tanítvány, hogy mégis hogyan lehet gyakorolni ezt. So the same five acts are explained in a simplified way. In the case of an individual, in the case of a person, for him to understand. Ezért a Shiva ötrétű aktusa egy egyszerűsített formában kerül kifejtésre a szövegekben, mint olyan öt olyan aktus, amit az individum hajt végre. So the first act, srishti, manifestation, is explained as abhasana. Az első aktus, a srishti, Shiva első aktusa az abhasana. Abhasana is appearance, manifestation. Ennek a szónak jelentése megjelenés, ugyanúgy megnyilvánulást jelent. For example, you move your head and a jar appears in front of you. Yes. Abhasana. Például mozgatod a fejed, és hirtelen egy kancsó megjelenik a látómeződben. Or she appears in front of me. Vagy valaki, valamilyen személy megjelenik. It's all the time the person doing this like Shiva, but he's not conscious. Minden személy ezt teszi Shivaként, de erről nem tudatos. Next, that person performs sthiti, maintenance of the universe. Majd ez a személy végrehajtja a sthiti, vagy az univerzum fenntartásának aktusát. And in the case of the individual, this act is called rakti. Ennek az aktusnak a neve az individum esetében rakti. Rakti means enjoyment. Rakti azt jelenti élvezet. So he manifests the jar and he keeps the jar in his scope of view, he continues to watch the jar for some time. He enjoys the jar. A kancsó élvezete nem más jelent, mint megnyilvánítás után egy darabig nézi. Látja ezt a kancsót megnyilvánulnak. But he cannot keep this for all the time. De nem tudja ezt megtartani állandóan. Yes, I see her, but I cannot be the whole day, the whole night watching her. Impossible. All of a sudden, I will have to move to another position. Nem tudom egész nap őt nézni, ezért egyszer csak a fejemet egy másik pozícióba fordítom, és meglátok valami más. It's impossible to keep a rakti, to stay in rakti forever. Lehetetlen a raktit szüntelen fenntartani. Try to do it. Próbálj meg. Because there is another force coming, yes. Van egy másik erő. Samhara. Ez a samhara. The withdrawal. But in the case of the individual, is vimarsana. Ennek a szónak a jelentése a visszavonás. De az individuum esetében úgy nevezzük ezt, hogy vimarsana. So, abhasana, manifestation. Rakti of the jar, yes, I'm enjoying that jar, and I move my head in another direction, or I close my eyes, yes? So I have vimarsana, I become aware of my own self. Vimarsana nem más, mint éberré válni a saját énedről, amikor a látott objektum eltűnik, visszavonódik. So samhara, in the macrocosmic view, yes, samhara of Shiva is withdrawal of all the universe into him. Az univerzum kozmikus szinten a samhara nem más, mint amikor Shiva visszavonja önmagába az egész univerzumot. So he becomes conscious of himself only. És kizárólag önmagáról válik tudatossá. In the case of the individual is withdrawal of an object, of a person in front of us, yes? And you become conscious of yourself. Az individuum esetében ez a
nézett vagy tapasztalt objektum feloldódását jelenti, aminek eredményeképpen saját énedről válsz tudatossá. Example with the jar, but what happened? Something so one can say, okay, now this is liberation. No. Mondhatná valaki azt, hogy oké, ez a felszabadulás, de ez nincs így. Because you are aware of yourself, it finishes. It's enough. Mert hogyha éber vagy önmagadról, akkor ennyi elég. No, because tirodhana, concealment of one's essential nature is there. Nem, mert a tirodhana, vagyis az én, az egyén saját eszenciális természetének elfedése jelen van. Because if not so, will be very simple, yes? When you watch the jar and as you close your eyes, liberation. Mert enélkül nagyon egyszerű lenne, egyszerűen csak nézed a kancsót, becsukod a szemed és elérted a felszabadulást. And it's so simple. És ez ilyen egyszerű. It's so simple, but anyway, some scars, some impressions of ignorance appear. Ez valójában ténylegesen ilyen egyszerű, de néhány szanszkára vagy mentális lenyomat feltárul. For example, például, if I'm watching her, yes. Például nézem őt. Let's say close my eyes. Aztán becsukom a szemem. And she's one with me. És ő egy velem. Be imagine. But I start to think. De aztán elkezdnek gondolkodni. Is it? She's Georgina or Gina or what is her name? I don't remember this. És elkezdek így gondolkozni, nem tudom a nevét. És így tovább. Doubts. Kétségek lépnek fel. After the withdrawal, doubts emerge in the mind. A visszavonás után kétségek lépnek fel az elmében. Or with the jar, for example. Vagy például az alkancsot. It's real glass, or it's plastic, or this, or that, ta. Üvegből van, vagy műanyagból van, ilyen jellegű kétségek lépnek fel akár a kancsot. This is him too. Ez is Shiva. His tirodhana, his concealment. Ez az ő tirodhánája, vagyis eszenciális természetének elfedése. You hide yourself. Te végzed ezt saját magaddal, te rejted ezt saját magadat. For example, you know tanks, yes, in war. How the tank hide himself, yes. Például tudjátok, hogy ismeritek a tankokat háborúban, hogyan rejtik el magukat? Smoke. Füsttel. When the tank is in trouble, yes, he's been attacked by some javelin, yes, guns. So the tank put a smoke, yes, has a special defense with smoke, so escape, yes. Amikor például megtámadják a rakétákkal a tankot, akkor füstöt lőnek ki a katonák a tankból, hogy el tudja menekülni a tank. So Shiva the same escapes, but when he's escaping from himself, this is the mystery. Amikor Shiva lelép, vagy elfedi saját maga elől. He releases all the smoke of Tirodhana. A Tirodhana füstjét ereszti ki saját maga. All these maga thoughts. Számára ezek nem más, mint az összes gondolatot. So instead of remaining in this pure act of vimarsana, or this pure act of becoming conscious of himself, no, he has to think and to doubt and all this. Ahelyett, hogy a vimarsana után éberré válna önmagáról, és úgyis maradna, ahelyett gondolatokkal elrejti saját magát. So instead of stay, for example, I'm watching him now, yes, tamas. So instead of remaining myself like pure being, no, I have to think about tamas. He's fat, he's thin, he's blonde, he's not blonde. This is the problem with human beings. Például, amikor Tamást nézem és becsukom a szemem, ahelyett, hogy egy lennék a saját énemmel, elkezdek arról gondolkodni, hogy Tamásnak milyen a haja. He's a man, he's not a woman. Férfi vagy nő. He's that. So is divine this act too, but in ignorance. Ez is isteni aktus a tudattalanságon belül. If he doesn't do this, samsara, the experience of the world in ignorance, yes, cannot happen. Hogyha nem teszi ezt, a samsara, vagyis a világ tudatlansága nem nyilvánulhat meg. Because all people close their eyes and they're enlightened already, so there is no samsara. Mert minden ember becsukná a szemét, és mindenki megvilágosodna, tehát nem lenne samsara. Samsara requires roles. A samsara szerepeket igényel. So I'm a man, you are a woman, yes, Christina, you are a man, I'm Gabriel, different roles, yes? So samsara can continue. Különböző szerepeket igényel, mint hogy én vagyok, Gabriel, férfi vagyok, nő vagyok, vagy ez hasonló. But if we close our eyes and we are Shiva already and finish it,
no continuance of the play of samsara. De hogyha becsukjuk a szemünket és mi vagyunk Shiva, csak ilyen simán, akkor a samsara nem folytatódik. But in a very little degree or in a very massive degree, there is the appearance of the fifth act of Shiva revelation. De vagy nagyon kicsi, vagy nagyon nagy mértékben, de jelen van Shiva ötödik aktusa a feltárulás. There is never absence of anugraha or grace or revelation. Soha nem hiányozhat az anugraha, vagyis az eszenciális én feltárásának aktusa. Never. Nem szűhet meg, soha. It's everywhere. Mindenhol ott van. And you don't need a guru for this, yes? És nincs szükséged gurura ezért. It's everywhere, in every place. Mindenhol ott van, minden helyen. Like the sun of the like the light of the sun. Mint a napnak a fénye. But in different degrees. De különböző mértékekben. So you want to tan your skin. Tan your skin. Tan. Make it darker. Ha meg akarod színezni a bőrödet. So you don't go to North Pole. Vagy le akarsz barnulni, akkor ne az északi sarkra megy. It's sun there. There is sun there. Van, it's very weak. Van ott napfény, de nagyon gyenge. You go to the tropics, yes, or some place like this. De erre kell menni. To tan your skin. Hogy ezt elérni. So you want massive grace, you go to? Hogyha igen intenzív kegyelmet akarsz és kívánsz. To the guru. Akkor a guruhoz kell járulnod. The guru is massive grace. A guru masszív kegyelem. That's igen, why now kegyelem. I'm revealing. Ez az, amit most feltárom. This thing, and nobody else can reveal this. Only guru can. Senki más nem tudja ezt feltárni, csak a guru. So, faster. The evolution of human being is faster. Ezért az a emberi létező evolúciója, spirituális fejlődése gyorsabb. But anyway, even in the most God-forsaken place in the world, yes, there is a little grace. De a legkegyetlenebb helyen ezen a világon is jelen van az anugrán. There is. Even if you go to a horrible place in this planet, yes, where there is war all the time, death, horrors, there is some grace here, very little. Még a legnagyobb horror vagy háború kellős közepén is jelen van a kegyelem. But not enough to make you get liberation in one lifetime. It's very little. De nem elég ahhoz, hogy felszabadulást adjon neked egy élet alatt, mert nagyon kicsi. You want liberation in one lifetime? In general, you have to go where? To the guru. Ha egy életemből akarsz felszabadulást elérni, akkor a guruhoz kell menned. Because I'm saying the things directly. Mert én a dolgokat közvetlenül mondom. Without beating about the bush a lot, yes. I'm direct. Anélkül, hogy nagyon bevásznék a pokorba, közvetlenül mondom. You read the scripture, for example, can be confusing, yes. Hogyha mondjuk egy szöveget understand. Olvasol, az zavaró lehet, vagy összezavarhat. Sanskrit. Például a Sanskrit. The scholar, in general, very confusing sometimes, they're very scholarly. A skolasztikusok is igen zavartak olykor. So you don't understand. But the guru is saying the things directly and very clearly. De a guru közvetlenül is nagyon tisztán mondja el a lényeget. It's more grace. Ez nagyobb kegyelem. So you can get liberation in one lifetime. Ezért elérheted a felszabadulást egy életen belül. Because the quantity of grace is bigger. Mert a kegyelem mértéke nagyobb. But don't make the mistake to believe that grace is only here with the guru. It's everywhere. Ne gondold azt, hogy a kegyelem kizárólag itt van a guruval együtt, hanem mert valójában mindenütt jelen van. So, in the case of the limited individual, this concealment of the one's own essential nature is called is in the macrocosmic way is pitana, tirotana or vilaya. But in the case of the individual is vijavasthapana. Az individuum esetében vijavasthapana a neve annak az aktusnak, amit kozmikus szinten vilájának vagy tirotánának neveztünk. Vijavasthapana means the act of sowing the seed. A mag elvetésének aktusa. Szó szerint ezt jelenti. Why? Because when you close your eyes and you will stop watching something, you start with doubts in your mind. Mert amikor becsukod a szemed, I like it, I don't like it. Látsz valamit, és becsukod a szemed, akkor kétségek merülnek fel az elmédbe. Szeretem ezt, vagy nem szeretem, ehhez hasonló. So these doubts create seeds of ignorance in you. Ezek a kétségek, a tudatlanság
magjait vetik el benned, hozzák létre az elmédben. And these are the seeds that are sown at that time. Ezek azok a magok, amik elvetésre kerülnek ebben a pillanatban. Sanskaras, impression. Ezek a sanskárák, vagy, vagy a tudatlanság benyomásai. And all the mass of impressions of ignorance is called. És a teljes egységét ennek a tudatlanságnak hogy nevezik? Ego. Ego-nak nevezik. Ego. So instead of getting liberation, you are increasing your ego. Azért, hogy elérd a felszabadulást, növelned kell az egódat. But if the grace of the guru is there in a massive quantity, so this act is called anugraha in the macrocosmic way, grace, or vilapana, dissolution in the individual way. A guru esetén jelen van a igen erős kegyelem, melynek kozmikus szinten a neve anugraha, vagy vilapana, az individuum szintjén. For example, by the grace of the guru, by the teachings of the guru, you learn how to stay without thoughts at the moment of closing your eyes. Például a guru tanítása segítségével megtanulod azt, hogy hogyan maradj meg gondolatok nélkül abban a pillanatban, amikor becsukod a szemed. So I see her, for example. When I close my eyes, instead of thinking about I like her, I don't like her, she's fat, she's thin, instead of thinking like this, I keep my mind completely cancelled, completely empty. And I start to feel the delight in this experience. This is vilapana, the solution of all samskaras, of all seeds. Például, amikor látom őt és becsukom a szemem, ahelyett, hogy azon gondolkoznék, hogy milyen jellemzői vannak, üresen megtartom, meghagyom az elmémet üresen, és ennek az élmény, ebből az élményből feltáruló ragyogást tapasztalom. In Shambhavapaya, as a help, the disciple can practice this awareness of the fivefold act of Shiva. A Shambhavapayában, hogy segítse magát a folyamatot, a tanítvány gyakorolhatja Shiva ötrétű aktusát ezen a módon, hogy ellentmondva. And being conscious of these five acts in himself, when he, for example, he sits for meditation, and he starts to realize, yes, manifestation, enjoyment, vimarsana, yes, conscious of myself, next doubts, yes, yes, vijabhastava, and next dissolution of the doubt, yes, empty mind, vilapana, like this. Például, amikor valaki leül meditálni, akkor megfigyeli a megnyilvánulását egy objektumnak, amit aztán egy ideig fenntart, vagyis tapasztal, azt, amit aztán követ a vimarsana, vagyis amikor becsukja a szemét, azt követi a kétségek feltárulása, majd az elme kiürítése, ez az ötrétű aktus, individuális síkon. This action will help him remain without thoughts. Ez a gyakorlat segíti őt abban, hogy megmaradjon gondolatok nélkül. Another way to do all this without help, or with a little help, is directly destroying vikalpas. Egy másik módszer ennek támogatására, folyamat támogatására, a vikalpák vagy gondolatok közvetlen elpusztítása. Requires strong will, strong. Ez igen erős akaratot, erőt igényel. So when a vikalpa, when a thought emerges, amikor egy gondolat feltárul, egyszerűen eltünteted. Emerges again, remove. This is vikalpakshaya, the destruction of vikalpas. Vikalpakshaya, vagyis a gondolatok, a vikalpák eltüntetése. This is the highest measure. Ez a legmagasabb út, aminek a neve Shambhavapaya. In Shambhavapaya, the disciple is, despite this little activity the disciple has, is in general passive. A Shambhavapayában ezeket a apró aktivitásokat leszámítva, általában a tanítvány a gyakorló passzív. The guru is more active. A guru sokkal aktívabb. The guru as a principle, yes. The guru mint him is more active. A guru mint principium. And the disciple only remains with his mind empty. Nothing. A tanítvány egész egyszerűen megmarad üres elmével, semmi más nem csinál. But in the remaining two upayas, the disciple is more active than the guru. De a másik fennmaradó két upayában a tanítvány aktívabb, mint a guru. The second means is Shaktopaya. A második módszernek a neve Shaktopaya. Shakta means related or pertaining to Shakti. Shakta kifejezés azt jelenti, hogy Shaktihoz tartozik. Shakti is the power of Shiva, is the I consciousness of Shiva. Shakti nem más, mint az én tudatossága Shivának. I am. Ez az én vagyok, ez Shakti.
So this upaya, this means uses the viewpoint of Shakti. Ez az upaya Shakti nézőpontját használja. And where is Shakti? És hol van Shakti? In the middle point of every movement. Minden mozzanat közötti pontban, két mozzanat közötti pontban. So in this upaya, the disciple concentrates on the middle point of everything. Ebben az upájában, vagy módszerben a tanítvány bármilyen két mozzanatnak a közepére, a kettő közé koncentrál. Ez igen nehéz. That's why requires some disciple with some calories. Ez igen magas kalibert igényel a tanítványtól. For example, the middle point between thoughts. Például gondolatok közötti pontról van szó. When one thought is ending, another thought is starting. Amikor egy gondolatnak vége van, a másik pedig éppen kezdődik. Shakti is there, is I am there. Az én vagyok, a tiszta én vagyok, vagyis Shakti jelen van. So by developing this awareness of the middle point, you access to Shambhavopaya, and you can empty your mind very fast. Ha belépsz ebbe a két bármi közötti pontba, akkor belépsz a Shambhavopayába végül, és könnyedén ki tudod üríteni az elmédet. So every upaya moves into the next upaya. Minden upaya a következő upayába vezet ebből következően. And the goal is anupaya, without any means. És a módszer az anupaya, vagyis a módszer nélküli módszer. What we move from Shaktopaya to Shambhavopaya to anupaya. De a Shaktopayából a Shambhavopayába lépünk, majd onnan az anupayába. And the middle point all the time, between two breathing. Mindig a köztes pontot keresünk, például két légzés közt. It's more the next. Upaya, but you can use two here. Ez inkább a harmadik upájához tartozik, de azért itt is használható. Between two steps. Például két lépés között. When you walk. Amikor sétálsz. Every movement. Bármilyen két mozzanat vagy mozgás, mozdulat között. The pendulum of a clock just. You can concentrate there too. Például a inga óra két mozdulata között. Old. It's an old word in Hungary. An old word. But you know Hungary. Yes, of course. Oh, well. And what else? And another thing the disciple had to develop in Shaktopaya is knowledge about Matrika. A következő dolog, amit a tanítványnak a Shaktopayán ki kell fejlesztenie, az nem más, mint Matrikáról szóló tudás, Matrika ismerete. Matrika is difficult to explain, yes, but I will simplify for you. Matrika is the power behind the letters. Matrika kifejtése kicsit bonyolul, de egyszerűen azt mondhatnánk, hogy ez a betűk mögött rejlő erő. So he got to study scriptures. Szövegeket kell tanulmányoznia. And to learn about Matrika. Hogy Matrikáról tanulhasson. And he will learn that all the sentences are based on words. És akkor megtanulja, hogy minden mondat szavakon alapszik, szavakból áll össze. And these words or mantras are based on varnas or letters. Ezek a szavak vagy mantrák ebben az esetben varanákból, vagyis betűkből állnak. And then all these letters are based on Shakti. És az összes ilyen betű Shaktin alapszik. On I am. Vagyis az én vagyokon. So he started to develop this consciousness, yes, that every thought he has is only a combination of different varna, different letters. Ezen az upáján haladva a gyakorló fokozatosan megérti, hogy minden egyes szó ebből az én vagyokból származik. So this practice will help him develop awareness of the middle point. Ez a gyakorlat kifejleszti benne a két pont közötti éberséget. And he received a Shuddhavikalpa too from the guru here. És ehhez ő kap egy Shuddhavikalpát a gurutól például. What is a Shuddhavikalpa? Mi a Shuddhavikalpa? It's a new model of a car or something. Shuddhavikalpa. Ez egy új autó modell. It's a pure thought. Ez nem más, mint tiszta vagy Shuddha. Pure thought. For example, gondolatvikalpa. Can come from the scriptures. For example, Yadayam mamma bhakshati tadabhasyam kariseham. This is from the scripture, yes. Például ez egy szövegből származik, jöhet a Shuddhavikalpa egy szövegből is.
from Standakarika is, my memory serves me well. 22. And so whatever he will tell me, I will do it certain. Bár a jelentése az előbb recitált aforizmának, bármit is mondjon nekem, az én, azt azonnal meg fogom tenni. It's a way to repeat this and to remember yet the spirit of the scripture, the knowledge of the scripture, so you develop awareness. Amikor ezt ismételgeted, és ennek a jelentésével kapcsolatban éberré válsz, a szövegekből származó jelentés, akkor fejlődik. Whatever the Lord asks me to do. Vagyis bármit megteszek, amit az Úr kér tőlem. Or you can repeat Shivoham. Vagy ismételted azt, hogy Shivoham, én vagyok Shiva. These thoughts are pure vikalpas. Ezek a gondolatok tiszta vikalpák. Atmaham, yes, I am the self. Én vagyok az én. All this. They are vikalpas, but non-dualistic vikalpas. Ezek vikalpák, de nem duális vikalpák. They are not dualistic vikalpas, like I am Gabriel. This is dualistic. Nem olyan duális vikalpák, mint például én vagyok Gabriel. I am Shiva. I will do your bidding. Én vagyok Shiva, vagy megteszem, amiket kérsz. I am the self. Én vagyok az én. You can take from the scripture, or the guru will give you from the scripture some śivāya. A guru is adhat neked śivāya, de a szövegekben is találhatsz śivāya, amit gyakorolhatsz. To help you continue to concentrate on the middle point. Azért, hogy segítsen neked koncentrálni a középső pontra, két valami közötti pontra. When you understand that all the vikalpas, that all the words, all the sentences come from letters, and these letters come from Shakti. Amikor megérted azt, hogy minden egyes pont a szavakból származik, a szavak pedig betűkből, a betűk pedig Shaktiból. You move to Shambhavapaya. Akkor belépsz a Shambhavapayára. You left Shaktopaya behind and land on Shambhavapaya. Akkor elhagyod a Shaktopayát, és megérkezel a Shambhavapayára. And how do you know that you landed in Shambhavapaya? Honnan tudod, hogy megérkeztél a Shambhavapayába? Because you, at that time, you experienced the state of śuddha vijñāna kāla. Azért onnan tudod, mert ebben a pillanatban megtapasztalod a śuddha vijñāna kāla állapotát. It's a special state where you know that you are Shiva. Ez egy különleges állapot, amiben tudod, hogy te vagy Shiva. But you cannot move. De nem tudod ezt birtokba venni, nem tudsz mozdulni. This is scary. Ez ijesztő. So this is when you land in Shambhavapaya. Ez az, amikor megérkezel a Shambhavapayába. And finally, you couldn't do Shambhavapaya or Shaktopaya, you have to resort to Arnavapaya, the lowest means. Hogyha pedig nem tudsz a Shambhavapayában megmaradni, vagy azt gyakorolni, sem a Shaktopayában gyakorolni, akkor marad számodra a harmadik módszer, az Arnavapaya. A harmadik. In Shambhavapaya there was no support. A Shambhavapayában nincs semmilyen támasz. You fly. Csak repülsz. In Shaktopaya there is one support. A Shaktopayában egy támasz. The middle point. A középső pont. So you jump on one leg. Olyan ez, mint amikor egy lábon ugrálsz. And in Arnavapaya you have two supports. You walk on two legs. De az Arnavapayában két támaszod van, olyan, mintha két lábon járkálnál. Two supports, for example. You pay attention to inhalation and exhalation. Például kilégzésre és belégzésre koncentrálsz. Okay, there are different methods in Arnavapaya, the lowest mean and the more crowded means, obviously. Az Arnavapaya a legalacsonyabb és a legbonyolultabb, legsokrétű upája természetesen. Dhyana is the first method, meditation. Az első módszer a dhyana, vagy meditáció. Many ways to meditate on this upája, but one famous way to meditate with a mantra. Számos módja létezik ezen az upáján a meditációnak, de a legalapvetőbb meditáció a mantra használata. You repeat on namaḥ śivāya in your mind. Például az elmédben ismétled azt, hogy om namaḥ śivāya. And you try to become conscious that you, Shiva and the mantra are one. És próbálsz éberré válni arról, hogy te, a mantra és Shiva egyek vagytok, ez Arnavapaya. Meditate. Így meditálni az Arnavapaya. You can coordinate with your breathing much better, because permeates the prana faster. Hogyha ezt tudod szabályozni a légzéseddel, az még jobb, mert behatolsz a pranába hamarabb.
And if it permeates the prana faster, you can meditate faster. És hogyha a pránába hamarabb be tudsz hatolni, akkor célt is hamarabb elére. So, on namaḥ śivāya. Namaḥ śivāya with inhalation and exhalation. Om namaḥ śivāya kilégzéssel, mentally, belégzéssel és mentally. Kilégzéssel, természetesen a mantra ismétlése mentális. I had a foolish disciple in my path who told me I couldn't repeat the mantra in my meditation at home. Why? Azt mondta nekem egyszer egy ostoba tanítványom, hogy nem tudja ismételni a mantrát meditáció közben. Miért? She told me because I cannot repeat. He was repeating with the mouth, on namaḥ śivāya, inhaling. Azt mondta, hogy nem tudja ezt ismételni, bemutatott módon próbálta, ami igen nehéz. It's with the mind, yes. A recitációt az elmével kell végezni. If it's very long, you can repeat Guru Om. Ha túl hosszú a mantra maga, akkor használhatod a Guru Om mantrát is, ami rövidebb. When you inhale, Guru Om, when you exhale. Ki- és belégzésnél ugyanaz a mantra. You coordinate with the breathing in and breathing out, permeates the prana faster and the meditation comes faster. Hogyha tudod szabályozni a mantra recitációját ki- és belégzéssel, akkor a pránába hamarabb behatolsz, így a meditációd is hamarabb létrejön. How do you know that you are starting to meditate strongly? Honnan tudod azt, hogy mi meditációban vagy? Because you experience that a force is entering. Azt tapasztalod, hogy egy bizonyos erő belép a... In your system. You feel in your system that a force is entering. Érzed azt, hogy beléd lép egy erő. Yeah, you feel this? The force is moving. Amikor, in your head, amikor belép egy erő back, a meditáció. Whatever, in your heart. Bárhol megtörténhet ez. Some masters recommend to stop at that time when you feel the force entering your body, as you feel in your head, heavy, for example, force. Néhány mester azt tanítja, hogy amikor ez az erő meditációt közben belép, például a fejedben elkezded érezni, akkor vesz véget a praxisnak. Recommend to stop at that time meditation and to forget about everything. És ebben a pillanatban vesz véget a meditációnak, is felejtsen minden. In this way, no, we continue. Ez egy másik módszer, de mi folytatjuk. The second method in Anavapaya, there are five methods. The second method is Ucchara. Öt módszer van az Anavapayában, a második ezek közül az Ucchara. Ucchara means Ucchara. Chara movement. Upward. So movement upward. Az Ucchara felfelé mozgást jelent. Chara mozgást jelent, az út pedig felfelé irányt. The nature of prana, or vital energy, prana is moving upward and appearing like a sound. Ebben az upájában, vagy ebben az upájának ezen módszerében a prana felfelé halad, és megjelenik hang formájában. You are all the time with this. Állandóan ebben az állapotban vagy valójában. The sound. Yes. I'm exaggerating the sound for you to hear. Most túlzok természetesen, de hallod a légzés hangját. Ez a prana. Moves upward and appears like a sound. The sound of exhalation. Felfelé halad, és a kilégzésnek a hangjává válik. So in this practice you make a sound with your breathing. Ebben a gyakorlatban a légzéseddel egy hangot hozol létre. Especially when you exhale. Kimondottan akkor, amikor kilégzel. In your throat. A torkodban. This practice is called chakrodaya. Ennek a rising of the chakras. Ennek a praxisnak a neve a chakrodaya, vagyis feltárulása a csakráknak. The rising of the wheel. A kerekek feltárulása. You are very advanced, you can stop making noise. Hogyha nagyon fejlett vagy, akkor ezt tudod gyakorolni hang létrehozása nélkül is, tehát halk légzéssel. This is called ajapa gayatri. Ajapa gayatri is without noise. It's chakrodaya without noise. Ez ugyanaz a praxis, mint a chakrodaya, csak hang nélkül, némán lélegezve. You only perceive the noise of the natural noise of the exhalation without forcing your throat. Ebben az esetben a légzésed természetes hangját hallod, nem erőlteted a légzést, hogy az hangos legyen. But it's more difficult. De ez nehezebb.
you can lose your concentration. El tudod veszíteni a koncentrációt. That's why it's only for advanced disciples. Ezért ez kizárólag fejlett öröknek. So when you practice chakradaya for long, tehát amikor a chakradayát sokáig gyakorlod, so you can stop making noise and you only hear your exhalation. Akkor egy idő után nem adsz ki hangot a légzéseddel, csak a természetes hangjára figyelsz. That's why chakradaya is given first and next a japa gaya tree. Ezért van az, hogy először a chakradayát kapja meg egy tanítvány gyakorlásra, és csak utána az a japa gaya tree. The same. We try. What's the goal of anavapaya? To enter into the void. Mi a célja az anavapayának? Az üresébe való belépés. Imagine the upayas are gears, yes. Képzeld el azt, hogy hogy az upayák fokozatok. Az első fokozat az anavapaya. A második a sāktopaya. Shambhava upaya. Harmadik. Oh, look at you, anupaya, liberation. És aztán like anupaya, vagyis felszabadulás. In general, disciples start with anavapaya. Általában a tanítványok anavapaya. These techniques I'm giving them. Kezdenek. Ezeket a technikákat adom most át. The disciple tell me, oh, Guruji, I'm in void all the time. Every time when I meditate, I'm in void. I'm in a void. Nothing else, only void. So I return from meditation and I have no idea what happened. It's a void. A majd tanítvány azzal jön hozzám, hogy minden meditációjában az ürességben landol, és semmit nem tapasztal, csak ürességet, akkor... So, I was in first gear, and the revolution of the engine, yes, per minutes, are very high, yes. So, that person is in a void. It's very high, the revolution. So, what to do? Second gear. Understand? A feltárulás ebben a pillanatban, amikor a tanítvány az ürességbe lép, akkor nagyon gyors, de nem tud tovább haladni, hanem másodikba kell váltani, sāktopāyába. So I tell that person, now you will practice sāktopāyā, you understand? Second year. És ebben az esetben, amikor ez megtörténik, akkor a sāktopāyába a második sebességfokozatba kell kapcsolni a törekvőt. That person doesn't need to continue with, I don't know, dhyāna, uchara, the next techniques I will explain now. No, it's already in the void, already in the void. So the revolution are maximum, so second. Amikor valaki eléri folyamatosan újra és újra az ürességet, akkor nem kell már ezeket a uccsára, dhyána és stb.-ket gyakorolni, hanem upáját kell váltani, egy fokozattal fentebb kapcsolni. But don't cheat me. De ne csalj. If you cheat me, you will be unable to deal with shaktopaya, so useless. Mert hogyha becsapsz, akkor nem fogsz tudni gyakorolni, nem fogsz tudni érvényesen gyakorolni, vagy hatékonyan a sáktopájába, tehát magaddal tolsz ki. It's like a car, yes, when you put first gear, but you don't have enough revolutions, you try to put second gear and the car like this, it's olyan ez, mint egy working bad. Mint egy autónál, hogyha nincs meg a megfelelő fordulatszám, akkor hiába váltasz második sebességfokozatban, nincs elég erő ahhoz, hogy az autó haladjon. Try to start a car in second or third gear, yes, from the beginning, you will see that the car cannot start. Ezért nem tudod elindítani, nem tudod elindítani egy autót második vagy harmadik sebességi fokozatban. They say, you cheat me, you tell me, yes, I'm in a void 24 hours a day, so, okay, sāktopāyā. And you cannot deal with sāktopāyā, you cannot handle. Hát, hogyha be akarsz engem csapni, és azt mondod, hogy 0-24-ben az ürességben vagy, de ez nem igaz, akkor nem tudod gyakorolni a sāktopāyát. So, in sāktopāyā, middle point. A sāktopāyában köztes pontra, az én vagyokra kell koncentrálni, ez shakti. In anavapaya was Arnu, yes, the limited being, Arnu, Arnava, from Arnu, so... Az anavapayában az Anu volt a középpont, ez a korlátot létező. But in shaktopaya, middle point, sudavikalpa, understanding the matrika, the letters, is all this. De a sáktopájában a betűk megértése, a betűk mögött lévő erő megértése, a sütavikálpa gyakorlása fontos, nem az individuum, mint az előző pályában. And when you finally understood all the story of the letter, that all is coming from Shakti, that all come from Ayam, etc., etc., Shambhavapaya, Sergi. Hogyha végül meg tudod érteni azt, hogy minden betű, minden szó betűkből származik, a betűk pedig Shaktiból, az én vagyokból, akkor a következő sebességi fokozatba lehet kapcsolni, ez pedig a Shambhavapaya. I don't need to ask you. Nem kell, hogy megkérjem. And what stage you are, because I will grab you directly. So I put a clutch and third gear. Nem so kell, hogy megkérjelek erre, hanem egyszerűen csak upáját változ. You will be only empty-minded. És ekkor kizárólag üres az elméd, és ennyi.
by the help of panchabhidha kritya karitvam or directly vikalpakshaya or whatever, but the empty mind. Olyan módszerek által, amiket ez az elején megbeszéltünk, de a cél az, a sambhópályában a cél az, hogy az elméd üres legyen. A next liberation. És aztán jön a felszabadulás, a negyedik fokozat, és aztán élsz. You are a real person. Akkor egy valódi, valódi személy, vagy valódi emberi létező. Congratulations. Awesome. Gratulálok. Super. For now we are in January 30, so általában az első fokozatban vagyunk. Another practice in Arnavopaya. Az Arnavopaya másik gyakorlata. So in Nuchara you are conscious of the chakrodaya, and in the next practice varna. A következő praxis, az Ucsárában a légzésre koncentrálsz, a következő módszernek a neve várna. Because at the end of the practice of Ucsára, you will hear a sound. Mert az Ucsára gyakorlatának a végén meghallasz egy hangot. A sound, which is an unstruck sound. Egy olyan hangot, ami nem kreált, nem létrehozott hang. It's not made by beating. Nem csinálja ütést például, mint egy dob esetében, hanem and this is varna. Ez a varna. And the technique of varna is kind of ajapa gayatri, is kind of. A varna módszere hasonló az ajapa gayatrihoz, de csak hasonló. You pay attention to the middle point between inhalation and exhalation. A ki és a belégzés közötti pontra koncentrálsz. And between exhalation and inhalation, you choose. Te választasz, kilégzés és belégzés közt, vagy belégzés és kilégzés között. Ti pontra koncentrálsz. In ancient time, the yogis wanted to pay attention to the external middle point. Az ősi időkben a jogik a külső, a légzés és a ki- és belégzés körforgásának külső pontjára, tehát a kilégzésnek a végpontjára szerettek koncentrálni. And they stay like this, with all the exhalation out, yes, and stay without moving the breathing. És megmaradtak ebben a pontban, a légzés mozgása nélkül. Long time. Hosszú ideig. In modern times, yogi prefer to concentrate in the middle point, internal middle point, between inhalation and exhalation. A modern időkben a jogik a belégzés utáni végpontban szeretnek megmaradni. Because they notice over the center it is like this, they have more oxygen to breathe. Mert rájöttek az idők alatt, hogy ebben az esetben több oxigénet marad életben maradni, ha így gyakorolsz. Csak viccel. And so this is Hamsa. Ez a Hamsa. I was initiated in Hamsa, for example, by Swami Alakshananda in 1983. 83-ban Swami Alakshanandától kaptam beavatást ezzel a technikával, a Hamsa technikájával. Ha is the sound of your inhalation. Ha nem más, mint a belégzésed hangja. Sa is the sound of your exhalation. A sa a kilégzésed hangja. And mm is the sound of yourself in the middle point. És a középső pont az nem más, mint az éned. It's om. Ez az om. Hams. You don't repeat hamsa really. You hear the sound of inhalation and exhalation. Valójában nem ismétled a Hamsa szót, hanem ki- és belégzésed hangjára koncentrálsz. The experience is that you are entering into a special state now, you feel. Érzitek, hogy speciális állapotba léptek? You feel that you are falling. Yes or no? Érzitek, vagy nem? Well, this is because the revolution are higher and higher. Ez azért van, mert the engine is better and better. Mert a tempó gyorsul, a feltárulás gyorsul. When you are outside, there is grace to there, but not so massive. Amikor kint vagytok, ott is van kegyelem, de nem olyan erős, mint itt. Engine, a motor kicsit akadozik. Yes, in Spanish, motor. Motor. Yes, in Spanish. Good. Some coincidence. Yes, finally. And in Russian, motor. Yes, engine, motor. And but here with the grace of the guru, yes, it's easier. So the engine. De itt a guru kegyelmével ez sokkal könnyebb, tehát a motor könnyedébben jár. I'm revealing.
The mouth of the guru is guru bhaktra. The mouth of the guru is mert a guru szája ezt feltárja. It's not this mouth, it's the mouth. Ez nem ez a szája, amit van, supreme speech. Hanem ez a legfőbb beszéd, a parávák. Jumps here, jumps here, jumps here. He's speaking. Innen beszél a guru. Nobody else can speak like this. Only guru can speak. Senki sem tud így beszélni, csak a guru. And this is varna. Ez a varna. You cannot with varna, even with varna, so you are given karna. Hogyha nem tudod gyakorolni a várnát, akkor a következő metoda, a következő módszer a karana. Karana method can be complicated to perform. A karana módszere gyakorlása kicsit bonyolult lehet. Different mudrás. Különböző mudrákkal például. I will simplify for you. De most egyszerűsítem nektek. Karana means senses. Karana azt jelenti érzékszerve. So in karana you use, in general you will use your sight, yes. Karanában általában a látás érzékszervét használod. So you put, for example, an apple. Például letesz egy fogsz egy almát. And you watch there. És nézem az almát. And you watch there. És nézem az almát továbbra is. And you watch there. Till you cannot watch the apple anymore, yes, and you close your eyes. Addig a pontig, amíg már nem vagy képes figyelni az almát, és becsukod a szemet. And you move, yes, again, because your engine is accelerated, so you cannot do what you have. Nem tudod nézni az almát, és becsukod a szemedet, mert a tempó növekszik. More revolutions, more internals. Minél nagyobb a tempó, annál inkább belül vagy. And minél nagyobb, jobban next pörög. Next you tend the voice, you tell me the voice, second. And it's all the time the same process. In our body you try to attain the void. Aztán amikor eléred az ürességet, szólsz nekem, és upáját lehet váltani. Mindig ugyanarról van szó. Az anópályának a célja az, hogy elérd az ürességet. Are you hearing music? Repetitive music. Például hallasz valami ismétlődő zenét. Here. Till you enter into the void. Addig, amíg belépsz az ürességet. And you don't hear anymore. És nem hallasz több. This is karana. It's very simple. Ez a karana. You cannot even cope with karana. Hogyha még a karanával sem, azt sem tudod gyakorolni. In Spanish we say cope with darabasto con. It's very strange, darabasto. You cannot darabasto, you cannot cope with karana. Even with karana, you are given the last technique. Ha még a karana gyakorlása sem működik neked, akkor megkapod az utolsó technikát. And if the disciple cannot cope with the last technique, he's kicked out. És hogyha a tanítvány nem tud az utolsó módszerrel sem foglalkozni, vagy azt nem tudja gyakorolni, akkor viszlát. The quality is so low, it's ridiculous. Mert akkor a kalibere nagyon alacsony a tanítvány. The last technique is sthana, kalpana, or sthana, prakalpana. Az utolsó ötödik módszer az ánópályában a sthana kalpana vagy prakalpana. It's to concentrate on different parts of the body. Ez a test különböző részeire való koncentrációt jelenti. Például a szívre, a torokra, a homlokra. This. Ilyen. You cannot do even this, you cannot even do this. You're not a disciple, you're a job. Hogyha még ezt sem tudod gyakorolni, akkor nem vagy tanítvány. Vissza kell jönnöd majd később. For example, there is a technique that the guru has. Now I don't have any tambura. Van egy... I have a guitar. Guitar, no, had to be metallic. It's metal. Metallic? It's the upper three strings. I will destroy my disciple, so better now. Maybe next time. It's not very stimulating. So if I... Például van egy húros hangszer, van erre egy módszer, amikor a... Metallic. A fémhúros hangszert megpengeted. The sound of a metallic string, tambura, for example. Például egy tambura fémhúrjának a hangja. Is the easiest way for the disciple to enter samadhi. A legkönnyebb, to enter trance. Legkönnyebb módszer arra, annak a hangnak a figyelése, hogy a tanítvány samadhiba, transzba lépjen. If I play, yes. Some note in the metallic string, and the disciple is not entering samadhi, I can dismiss this. Hogyha játszok egy fémhúros hangszeren, illetve pengetem a fémhúros hangszert, és azt hallgatván a tanítvány nem tud samadhiba lépni, you know, akkor elmegy, hogy
akkor el kell, hogy küldjem őt. Very fast. But really, the disciple is very, very bad quality. He cannot even enter with the disciple. Hogyha a tanítvány nagyon alacsony kaliberű, akkor még ezzel a hanggal sem tud transzmolítni. Ennek hangnak a hatására a szamádiba kell, hogy tudjon lépni egy valódi tanítvány. Gurus can be very strict. A guruk nagyon kemények lehetnek. I'm predominantly nada yogi. Én főként nada yogi vagyok. So my specialty is sound. So I enter into trance faster with sounds. A specialitásom a hang, ami azt jelenti, hogy hang hatására hamarabb tudok szamádiba lépni. But you don't need to be nada yogi too. De nem szükséges, hogy ti is ugyanilyenek legyetek, ez az én utam. Okay, this is the last technique. Ez az utolsó technika. Okay, these are the means. Ezek a módszerek. The means to approach liberation. Ezek a módszerek a felszabadulás eléréséhez, vagy az ahhoz való közeledésnek a módszerek. To have an opportunity to get liberation. Hogy legyen lehetőséged a felszabadulás elérésére. Liberation is all the time his gift. A felszabadulás minden esetben az ő ajándéka. It's not something you get by techniques. Ez nem olyan dolog maga a felszabadulás, amit technikák segítségével el lehet érni, mint egy szakácskönyv. Okay. Today I will experience what are the other person hidden. Today I will experience with the new people with a special technique for giving Shaktipata. Az új emberekkel ki fogok próbálni egy új módszert a Shaktipata átadásán. All people receive Shaktipata already, but they will receive again. A többiek már eleve kaptak Shaktipatát, de most is fognak. When you receive Shaktipata, I have to explain this because people don't understand it. When you receive Shaktipata for the first time, amikor Shaktipatát kapsz először, your kundalini is awake. A kundalinit felébred. When you receive for second, third, fourth time Shaktipata, your kundalini is moving upward and upward. Amikor harmadjára, negyedjére és ötödjére kapsz Shaktipatát, a kundalini még fentebb emelkedik. So you can receive Shaktipata forever, you understand? Shaktipatát tapasztalhatsz folyamatosan. Nincs korlát. In fact, even if the guru is not available, míg hogyha a guru nincs is jelen, watching you, doing something, you receive Shaktipata from inside, from śivāya. That's why you every day you meditate, for example. Shaktipata, Shaktipata, Shaktipata. Hogyha guru nincs jelen, aki hozzád érjen, vagy rád nézzen, vagy hozzád szóljon, akkor is belülről Shaktipatát kapsz śivātól. Például ezért meditálsz minden nap, ettől haladsz. Shaktipata is another name for grace bestowal. A Shaktipata egy másik neve, a kegyelem átadásának, hogy adományának. So you need grace. Tehát szükséged van a kegyelemre. You cannot tell me, okay, Gurujī, you already gave me Shaktipata, not now, please. No, stupid. Nem mondhatod, hogy Gurujī, nincs szükségem Shaktipatára. Because I think that Shaktipata is only related to awakening kundalini, to awakening the Shakti, the inner Shakti. Azért, mert azt hiszed, hogy a Shaktipata célja a kundalini felébresztése. So this method I'm now starting. My guru usually a gurum ezt az új módszert, számomra új módszer, a gurum alkalmazta már régebben is. This is an injection of prana into the nostrils. Ez nem más, mint a prana beengedése az orjukakon keresztül, vagy behatolása. My prana to the prana of the disciple. Az én pránámból a tanítvány pránájába, ez gyorsabb módszer. It's scary. Kicsit ijesztő. You have to trust. Meg kell, hogy bízzatok benne. It's kind of a sparsha to sparsha diksha, initiation by touch, ez, because my prana is touching the prana of the disciple. Ez egyfajta sparsha Shaktipata, érintésen keresztüli kegyelemadományozást, mert a prana megérinti a tiénet. See, before the meditating will chant, but I will tell you, because next I cannot speak, symptoms of Shaktipata are, or awakening are heat. A Shaktipata szimptomáit most elmondom, mert utána nem fog tudni beszélni. Például az első, all of them at the same time. Mindegyik szimptoma létrejöhet, az egyik ilyen a hő. No thoughts. Gondolatok hiánya. A lot of thoughts. Vagy rengeteg gondolat. The heart, ladies, emotions. A szív lüktetése intenzíven.
levitation, elevation of the body, not levitation, you know, fly, elevation, you feel elevation. Megemelkedése a testnek, felkönnyül a test érzeted. Surge in the spinal column, yes, shakti energy. Különböző vibrációk a gerincoszlopon keresztül. The head heavy. Nehéz a fejed. So don't be afraid. Ne féljetek. Okay, now we'll chant. Most recitálni fogunk 10 percet. We'll chant on namaḥ śivāya slow because we'll be giving shaktipāta. Yes. Most lassan fogjuk recitálni az Om Namah Shivaya-t. Have a fast chanting and shaktipāta because it's like a circus and shaktipāta is Nem, shaktipāta közben nem lehet gyorsan recitálni, csak lassan. Ah, the video. I forgot. Because I'm so used to cameras that I forget the camera. I'm joking. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Now the section called sharing experiences or asking questions, whatever you want to do. Most jön az a szakasz, amikor megosztatjátok az élményeiteket, ha szeretnétek. It's for you not to do it at home. Azért van ez, hogy ne otthon csináld ezt. With anyone. Olyan bárki másra. An experience and sharing. Bármi megosztandó élmény valaki részéről. That okay? You want it? Just feeling heat. Good. Question. How to deal with desires? Oh my God. How to deal with desire? Yes, exactly. Okay. Hogyan érdemes foglalkozni a vágyakkal, vagy mit kezdjünk a vágyakkal? How to deal? Yes, I know the answer, but it depends on the disciple. I have to give the answer. Tudom a választ, de a tanítványtól függ a válasz, amit kell adnom. In Spanish Karika they say that Pasogupta sage said that the limited being or the limited individual cannot control the goals of the desire. A Vasugupta mondja a Spandakarikákban, hogy a korlátolt létező, az individuum nem képes kontrollálni a vágyak ösztökéjét, a vágyak botját. But it's not about control, it's about becoming one with him. Mert ez nem arról szól, hogy kontrolláld vagy irányítsd a vágyakat, hanem arról, hogy egyé válj vele. When there is control, there is ego. Mert hogyha jelen van az irányítás, akkor jelen van az ego. So the solution is to become one with him. Tehát a megoldás nem más, mint egyé válni vele. So the desires is dissolved. Ezért a vágyak feloldódnak. But the greatest lie with desire that most people follow is the lie, is a cheat. A legnagyobb csalás, ami a vágyakkal kapcsolatos, amit a tanítványok követnek. Is that if I satisfy a desire, the desire will be gone. Nem más, mint az, hogy az a képzet, hogyha egy vágy kielégítésre kerül, akkor az meg is szűnik. No. Nem. It's worse. Ez a legrosszabb. You are adding fuel to the fire. Mert benzint öntesz a tűzre. When you restrict your desire, that they are gone. Hogyha ilyen kemény vagy, a vágyak nem tűnnek el. But for this you need a will. Eltűnnek. Ha elég kemény vagy a vágyak eltűnnek, de ehhez nagyon komoly akaratra van szükség. So the best solution for you is to repeat Shivoham, Shivohana to become one with him. A legjobb megoldás számodra az, hogy ismétled a Shivoham, Shivoham, én vagyok Shiva mantrát, és egyé válsz vele. It's nice to satisfy desire, but you have more later.
Jó kielégíteni a vágyokat, de több jön később. That's why a couple can never finish with sex, is because they need all the time, all again and again, because it's never finished. Ez az oka annak, hogy a szerelmes párok sosem tudják abba adni a szexet, mert mindig újra és újra van szükség. But it's never finished. Talán majd a következő ez sikerül tökéletesen, de sosem ér véget. Now, two yogis have sex and it's finished. A jogik számára a szex véget ér egy után. Because of the quality of the people. Ez az emberek kalibere miatt van. Szintje. You are in bondage, you have sex, and you are never fully satiated, fully satisfied. Hogyha korlátolt vagy, akkor folyamatosan gyakorolhatsz szexet, de sosem elégülsz ki teljesen. Anything else? Valami más. You're okay? You feel heat? I'm cold. And what? I'm cold. Cold. Where is it cold? Waves. On my right side, arm, and then a bit on the shoulder. The shoulder. Physical body. Yes, it's working in your physical body. Awakens. A kundalini a fizikai testedben működik most, mert felébredt. Woke up. Felébredt. Because I gave you my soul directly, my prana. Mert odaadtam a pránámat közvetlenül. So you will have a strange experience. So don't be scared. Furcsa tapasztalásai lesznek, ne jegy meg. You have my WhatsApp, I will give you my phone number so you can, any emergency, you can tell me what's happening. Hogyha valamilyen vészhelyzet van, majd megadom a számom és írhatsz nekem. Depends on the disciple. Some disciple stronger, some disciple not so strong. Depends on that. Különböző tanítványok vannak, egyesek erősebbek, mások gyengébbek. The same for the other new guy is. Ugyanez vonatkozik a másik új emberre is. He's hidden there, that's why I cannot... I don't even forget him, because he's hidden. Elbújt, ezért mindig elfelejtem. That's why for the seminar we need to move all the curtains and so I can see people around. In general, when it's very big, the place, they... But now we cannot, yes, it's late. But they implement some TV there. Oh, so nice. Some closed circuit, yes. Some camera here, you can see. Connected with TV, so all of them are in contact. That's good. Here it's not so big, so we don't need really. We have some big thing. Be lehet majd szerelni. Itt mondjuk nem érdemes, mert nem annyira nagy, de be szokás szerelni. Nem látható helyekre tévét, kamerával, hogy nyomon lehessen követni a minden szobát. In big seminar with a lot of people, I remember in the past, with TVs around. Emlékszem, sok-sok emberes szemináriumok alkalmával mindig tévén lehetett nyomon követni az eseményeket. I'm fresh. Fresh. So, fans, air conditioning. Igen. És ventilátorokkal, meg klímákkal. Tehát, hogy ne legyen nagyon meleg. Your head is okay? Or you feel heavy? Fejed hogy van? Depends on what okay means. A lot of what? It depends on what okay means. I feel okay. But you feel something in your head moving? Yeah, érzel valamit a fejedben mozogni? Tickling and some tickling. You have to tell me now. Now is the opportunity. Csiklandozós érzést érzel. Tell me later, I'm doing something else. That's why sharing after meditation. You can share your experience without any shame. And ask me things. Most this very good sign is like this in your head. Most kell. I had the same experience when I was a baby. Most kell elmondanod az élményeidet, nem akkor, amikor vége, amikor már hazamész. Ez egy jó jel, nekem is ugyanez volt a szimptoma a fejemben. It's a very good sign. You seeing that you have a hat here or something? Érzed, mintha lenne egy kis sapkád, vagy kalapod. It's trying to remove the hat, but you have something there. This is a very good sign. Ez egy nagyon jó jel. Because this kind of shaktipata with the breath is direct, it's faster. Mert az ilyen típusú shaktipata a lézésen keresztül a sokkal gyorsabb és erősebb. It's very fast.
You are the second one. First with a guy. So I'm using all this new technique. But it's not very practical because imagine that here I have 100 people. I cannot be one by one kissing their noses. It's not possible. Hogyha nagyon sok ember van itt, akkor ez a módszer nem praktikus, mert nem tudom. Even with this number is impractical. Még ennyi emberrel sem túl praktikus maga a módszert. And you are very ugly for doing this. You are very ugly for doing this, Akibat. Nagyon csúnya vagy, hogy veled ezt a módszert alkalmazzam. And joking. And I used to do it some particular people or something, not all the time. Néhány emberrel csinálta ugyanezt Muktananda is. Nem mindenkivel. Sometimes touching the heart. It depends. Néha megérintem a szívet. Az attól, a tanítványtól, helyzettől függ. Si. I will tell all this to the next guru. After me, I will tell all the secrets. A következő gurunak el fogom mondani az összes titkot. Ezek titkok. It's not only something that you can say. You need experience. Ez nem valami olyan, amit elmondhatsz. Ezt meg kell tapasztalnod. If I say, it's wrong. Ha mondom, akkor rossz. It's a state. Ezek állapotok. The next guru after me, after my death, yes, the death of the body, he needs to feel like me to understand me. A következő guru, aki engem követ, miután elhagytam a testemet, éreznie kell ezt. Every disciple is different. Minden tanítvány különböző. Sometimes I touch the back, sometimes I don't touch the back, sometimes I touch it. I feel the person in action, in practice. Néha megérintem valakinek a hátát, néha nem érintem meg. Ehhez az kell, hogy érezni kell magát a szemét. If he was very scared, for example, I touch the heart. Hogyha az ego nagyon fél, például akkor meg kell érinteni a szívet. Depends on the... But there are something that you cannot transmit by words. De van ebben valami, amit nem adhatsz át szavakkal, mert ezek állapotok valójában. You will be a great yogini. Egy nagy jogini leszel. Now I'm inside you, so you will have me inside, but many times you won't be able to understand me from inside. A legtöbbször belülről kell engem megértenem. That's why you have what's up to call me external. Ezért... External me. This is more understandable. Ahhoz, hogy megérts engem belül, ahhoz WhatsAppon kell írnod rám kívül. Any other question or sharing? Van bárkinek megosztani valója, vagy you esetleg... You want to share? Share now, yes, because it's 2 more or 3 minutes more. Share now. Két-három percünk van, úgyhogy... In the kitchen or in the... Because the energy there is lower. Here was concentrate. Itt kell megosztani a gondolatokat, vagy kérdéseket feltenni, mert itt... Don't mix. Erősebb. This is a rule in esotericism, yes, in esoteric teaching, don't mix. Az ezoterikus tanításoknak egy lényeg az, hogy ne keverd a... For example, you share a high experience with a person that is not high, that is not even a yogi, yes, your experience is dissolved. Hogyha például egy komoly spirituális élményt megosztasz egy olyan személlyel, aki nem spirituális ember, vagy nagyon alacsony. So you have to share with a guru or with other yogis in a special environment, yes, created for sharing. Más yogikkal vagy a guruval kell megosztanod olyan környezetben, ahol ennek helye van. Don't feel ashamed. Ne érezz szégyent. Nyugodtan hozd meg, amit akarsz. You mix the experience is destroyed. Hogyha összekevered az alacsonyt a magassal, akkor a tapasztalatod hanyatlik. Another thing I recommend you is to have a diary. Diary. A másik tippem az, hogy vezess naplót. So you're meditating, yes, and you have some experience, so write it down, write it down. Ha meditálsz, például is van egy élményed, akkor a meditáció után rögtön leírhatod. Ez egy nagyon jó... Woke up in the morning? Vagy ha volt valamilyen élményed, miután felkelsz reggel, leírhatod. It's very important to do. Ez nagyon, nagyon fontos. So next, when you are in a bad state, bad mood or something, you read the experience again, and you return to the experience. Hogyha például rossz hangulatban vagy, elolvasod a élményedről leírtakat, és újra átélheted az élményt magát. But you have to write it down fast, or your ego will distort the experience. De gyorsan le kell írnod, hogy az egód ne tudja eltorzítani magát az élményt, az emléket.
Not a diary about your idiocy. Yes. Oh, today I had a quarrel with my girlfriend. No, not about this diary. About your experience. Olyan naplóról van szó, ami kizárólag a spirituális élményeidről szól, semmi másról. Not about your ego. About you. Nem az egódról szól, hanem rólad. Okay. Anyone else? Bárki más esetleg? You mentioned before there was a moment in the meditation. Was really one pointed or so it's really concentrated everything and there was a big black dot and in the center of this blue but after it's gone. But you mentioned this before but I don't know what. Yes, he said it has the size of this. It's very little. Yes, this is the third body. Ez a harmadik test, amit tapasztalunk. The third body is black, it's Krishneshwari, it's the black goddess. A harmadik testnek a színe fekete. It's a causal body. Ez az okozati test. So you are having a purification in your causal body, in your sanskaras, hidden, deep hidden. Amit átéltél, az az okozati testedben lévő sanskaráknak a tisztulása volt. And in the middle there is a blue light. This is the fourth body. És annak a közepén van egy inside the third body. Kicsi supra-causal body. Kicsi kék pont, ez a negyedik, ez a szuperokozati test. This is the body of yourself. ez a saját éned. The blue light inside. Ez a kék fény vagy te magad. Sometimes you see the red light is the physical body, néha the látom. White light, the subtle body, and the black light, the causal body, and the blue light. The supra-causal body all together as a piros test, vagy a piros fény a fizikai test, fehér a mentális test, fekete az okozati test, kék a szuperokozati test, és néha ezt egybe tapasztalom. Marks different degrees of purification in all those bodies. Ezekben a testekben a tisztulásnak különböző fokozatait jelentik ezek az élmények. For example, when your body is completely purified, physical body, by Shakti, by this Kundalini, that awakening in all of you, so you see the red light. Például amikor Kundalini megtisztítja a fizikai testedet, akkor látod a vörös fényt, vagy piros fényt. Like an egg. Mint egy tojás. This size. This. Ilyen méretben. When you see this is Rakteshwari, the red goddess. When you see this, you know that your body is completely purified. Ha látod ezt a vörös fényt, akkor tudhatod, hogy a fizikai tested teljesen megtisztult. After some time, you see the white goddess, that it has this size. Aztán látod a fehér úrnőt, ami kicsit kisebb hüvelyméretű. White is Shveteshwari. Has the Shveta is white in Sanskrit. Shveteshwari, the Ishwari, the goddess Shveta, white goddess. Shveteshwari, a fehér úrnő, istennő. This marks the purification of the subtle body. Ez jelenti a finom tested tisztulása. Ego, mind, intellect, tanmatras. I will explain about tanmatras in the seminar because it's a long. Ego, elme, intellektus, finom elemek mind ide tartozik. And next the black. A fekete. When your causal body is undergoing purification or is fully purified. Amikor a fekete fényt látod, akkor az okozati tested tisztul meg. Fingertip, this side of the thumb. Újhegy méretű. The tip of your thumb, black. És fekete. If it's solid black, it's because the purification is finished. Hogyha tiszta fekete, a... If it's unstable, it's because it's undergoing purification. Hogyha vibrál, akkor még a tisztulási folyamat nem ért véget, hogyha mozdulatlan a fekete fény, akkor a tisztulási folyamat véget ért. And finally the blue light is the bindu. This is the fourth body superokozati. Jön a kék bindu, ez a negyedik test, a szuperokozati test. The color is blue when your mind is completely empty. Akkor kék a színe, amikor az elméd teljesen üres. So you see blue, is empty your mind. No because. Hogyha kéket látsz, az elméd üres. When you have vikalpas, the color turns into is turning to violet or dark violet is changing. Ilyen lilás szint látsz akkor, amikor az elméd nem teljesen gondolatoktól mentes. It's not solid blue, it's scintillating. It's like nem tiszta kék, hanem ilyen vibráló árnyalatokban változik. So it's a good sign. Ez jó jel. In the future,
the blue light will expand in front of you and you will enter the blue light. Hogyha a későbbiekben ez a kék fény, ez a kék pont kiterjed, és ebbe te behatolsz. And what is inside the blue light? És mi van a kék fényen belül? According to your knowledge about what is inside and in the surface of the blue light, and now it's like this, it's massive, you are qualified in yoga. Annak fényében, hogy mennyire hatoltál be ebbe a kék pöttybe, kék pontba, vagyis hogy mennyire tág ez a kék fény, az reprezentálja a jogában elért szintedet. Imagine a lot of gurus meet each other, with each other. Képzeld, hogy sok guru találkozik egymással. So all of them start to discuss about the mysteries of the blue light and what is inside. És elkezdenek beszélgetni a kék fénynek a misztériumáról, hogy mi van abban belül, mi van benne. And they measure their states. És saját állapotaikat méregetik, hasonlítják. The guru who knows the most is the guru of all of the other gurus. Az a személy, az a guru, aki a legtöbbet tudja a kék fényről, az a többi jelenlévő guru gurúja. That's what I'm not revealing later. Ezt nem fejtem ki, csak később. When you're higher, I reveal. Ha magasabb szinten leszel, akkor kifejtem. What is there? Mi van ott? Okay, because some guy watching a video, he can say, oh, I'm a guru, now I know. Mert valaki megnézheti a videót, és azt mondhatja, hogy én vagyok a guru. Például Muktananda állandóan cserélte a felszabadulás élményének leírását céllal. Úgyhogy a csalók folyamatosan vele cserélték. Okay. Last question, because it's already 5 minutes late. Utolsó kérdés, mert már késésben vagyunk. Okay. For now is enough. Mára elég. See you soon in the seminar or in the ceremony at the end of the seminar. Találkozunk a szemináriumon, vagy a végső rituálén a szemináriumok után. The seminar is for money, because I will be 4 days speaking, 7 hours to 8 hours every day. A szeminárium maga nem ingyenes, mert sok órát kell beszélnem. Teaching. Tanítanom egész nap, 4 napon keresztül. I'm explaining how to chant in the seminar. És ki kell fejtenem, hogyan recitálja a szemináriumot. But the last ritual is on Sunday of the seminar is for free. De maga a rituálé vasárnap. Without participation. But you don't participate in the ritual, you only watch. A rituáléban nem lehet részt venni, csak azoknak, akik... But at the end you can chant with us. Csak azok vehetnek részt a rituáléban, akik a szemináriumon is megjelentek, egyébként nézőként ingyenes. A végén recitálhattok együtt. To participate, you need to come to the ritual, to the seminar, to learn how to chant, what to do, pronunciation, 4 days later. Ahhoz, hogy részt vehessetek a rituálén, meg kell jelennetek a szemináriumon, ahol megtanuljátok, hogy hogyan kell recitálni, hogyan kell kiejteni, tehát hogy hogyan kell végezni, részt venni a rituáléban. And on the first day, on Thursday, I will give an introduction of Parabhairavayoga and tattvas, levels of consciousness and categories of creation, tattvas. Az első napon, csütörtökön, a Parabhairavayoga alapvető principiumait beszéljük át, valamint kifejtem a tattvákat. And there will be lunch, so you will have lunch here. Lesz included. Ebéd is, tehát ez benne van. So we're charging nothing practically, because gyakorlatilag nem kér so long, semmit. A szeminárium nagyon hosszú. In the past they charged me so hard. A múltban én igen keményen fizettem, sokkal kevesebb időért. Okay. Sometimes $300 for only 3 days or 2 days. Without lunch. $300 fizettem két napért ebéd nélkül. Okay. For 2 days enough. Om namaḥ śivāya.